elkészült és elhivatott szakdolgozók nélkül kivitelezhetetlen az eredményes gyógyítás. Mindannyian tudjuk, hogy nem egyszerű a kórházban dolgozók feladata, kiemelten nehéz terület a gyermekek ápolása. Türelem kell hozzá, együttérzés, empátia, és a gyerekekkel meg kell találni a megfelelő hangot. Több mint 200 szakmabeli érkezett hazánk egész területéről ma Kecskemétre, hogy részt vegyenek a gyermekápolók 15. országos kongresszusán. A kórházi dolgozók kórusa megalapozta a rendezvény hangulatát. A nyitó ünnepséget a Három Gúnár rendezvényházban tartották, ahol arra is fény derült, milyen témákkal foglalkoznak a kétnapos rendezvényen. Új eljárások a gyermekgyógyászatban, mentálhigiénés, szakemberek bevonása a gyermekek gyógyításába, gyermekek égési ellátása, perinatális intenzív centrumokról a koraszülöttek szállítása. Pap Szekeres Anita, ápolási igazgató hozzátette, mint ahogy általánosságban az egészségügyre, a gyermekgyógyászatra is jellemző a robbanásszerű, dinamikus fejlődés. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester pedig elmondta, nem csupán családbarát önkormányzati díjat nyert el Kecskemét. A magyar osztály pedig a családbarát kórházi osztály díjat kapta meg. Országszerte elterjedt hír, hogy nincs elég nővér. Nyilas Marianna, vezető ápolót kérdeztük arról, mi a helyzet az ő osztályán. Itt nálunk Kecskeméten elég jó a nővéri ellátottság a gyermekápolás tekintetében. Ez annak köszönhető, hogy folyamatosan volt képzés, és nyilván azok a kollégák, akik elmennek gyesre, gyedre szülni, utána, ahogy letelik ez az idő, visszajönnek és szeretnek az osztályon dolgozni. A kórház folyamatos újításokon megy keresztül, de természetesen az egészségügy fejlődésével folyamatos szükség van az eszközök modernizálására és újabb eszközök beszerzésére is, árulta el Nyilas Marianna.